Kedden és pénteken senki ne induljon el a bonyhádi piacra maszk nélkül, ugyanis újra kötelező a használata. Egy-egy ilyen napon reggel 6 órától délután 1 óráig akár 1000 ember is megfordulhat a piac területén, és bár szabadtéri helyszínről van szó, az üzemeltető szerint szinte lehetetlen betartani a 1,5 méteres biztonsági távolságot az áru válogatása vagy megvásárlásakor. Így a helyzet újraértékelése után úgy döntöttek, bevezetik a szájmaszk kötelező használatát. Olyan döntést hoztunk, hogy szeptember 18-a péntektől kötelező jelleggel fogjuk megkérni a hozzánk betérő árusokat, illetve vásárlókat, hogy szájmaszkot kell viselniük, különben nem léphetnek a piac területére. Az intézkedést a rendőrség is támogatja. Járőrök és piacfelügyelők ellenőrzik majd, hogy mindenki betartja a korlátozásokat. A bonyhádi piac olyan speciális helyzetben van, hogy nem lekerített területről beszélünk, és mondjuk egy fő bejárata lenne. Bonyhádon 3 helyről lehet megközelíteni. Ezeken a helyeken mindenhol figyelemfelhívó táblákat fogunk közé tenni, és fertőtlenítő szereket is fogunk biztosítani. Bonyhád környékén az igazolt fertőzöttek száma az elmúlt időszakban növekvő tendenciát mutatott, ezért tartották fontosnak az intézkedés mielőbbi bevezetését.